Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy koránkelő képviselő, Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője. Kezit csokolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok önnek is, és a Heti TV minden nézőjének. Amikor az emberek megszállják a bevásárlóközpontokat és ajándékot próbálnak venni, persze akkor, ha normális időket élünk, most lehet, hogy a szeretet lesz az ajándék, mert kevesebbet tudnak menni és gyülekezni és cipelni, meg talán jobb is nem pénzért vásárolni, hanem talán rajzolni, vagy valami egész másképp megélni. Hogy foglalná ön ezt az évet össze? Mert szükség volt a szeretetre, a megértésre, na meg azért a jóistenre is, mert azért egészségileg a padlón voltunk, gazdaságilag padló fölött egy kicsit. Valóban az idei karácsony is más, mint hogy az egész év is egy kihívásokkal teli év volt. Valóban a legnagyobb ajándék mindenki számára a szeretet tud lenni az idei karácsonykor, és tegyük hozzá, hogy nem csak a szeretet, hanem maga az emberi élet. Ennek a csodájára... Hogy sikerült túlélnünk a vírust idáig. Így van, így van. Tehát valóban ennek az évnek a fókuszában az emberi életek mentése, az emberi egészség mentése volt az elsődleges, és a második szorosan emellett intézkedés sorozat az pedig az, hogy az emberek munkahelyét tudjuk megvédeni, és a gazdaságnak a talpon maradását sikerüljön biztosítani. Alapjában véve ez a két fő csapás irány volt az idei évben, hogyha ilyen nagyon rövid értékeléssel kezdjük a beszélgetést. Valóban, amikor éppen, hogy tavaly szilvesztert ünnepeltük, és januárban már az első jelei látszottak a koronavírusnak, és gyakorlatilag az életünket a mai napig végig kíséri, a mindennapjainkat is, mindenkinek, minden egyes embernek, minden egyes családnak, nekünk politikusoknak is természetesen. A legfontosabb teendőnk tehát az volt, hogy olyan jogszabályokat, olyan törvényeket, olyan lehetőségeket hozzunk, amellyel az emberi életeket tudjuk megmenteni, és a gazdasági veszteségeket pedig a minimálisra lehessen csökkenteni. Ezért mi egy kicsit más módszert választottunk, mint a világ nagyon sok országa. Mi azt mondtuk, hogy nem leépítünk, nem bezárunk, hanem inkább ösztönözni próbáljuk a munkaadókat arra, hogy tartsák meg a munkavállalóikat, és ehhez mi jelentős segítségeket adtunk az állami költségvetésből, és hát erre kértük az önkormányzatokat is, sőt, erre kértük a pártokat is, hogy ha már egy nagy veszteség, egy gazdasági válság közepén is jár a világ a koronavírus járvány következtében, akkor az egyenlő teherviselés az lépjen. Ennek nem mindenki örül, de azért végül is beálltak és tudomásul vették. Az ön alapszakmáját tekintve ön pedagógus. Mennyire lehetett ez az esztendő nagy kihívás a pedagógusoknak? Óriás kihívás volt nem csak a pedagógusoknak, hanem mindenkinek, egészségügyi dolgozóktól kezdve a pékeken át mindenkinek. Nem csak a pedagógusokat kérdezte, ezért nem is kerülöm meg a választ, hogy a pedagógusokra és az iskolákra koncentrálhassunk. És nem csak az iskolákra, hanem a bölcsödékre, az óvodákra, az általános iskolára, a középiskolára és a felsőoktatásra egyaránt. Tehát akkor tudom, az egész társadalomra. Így van, hiszen kinek a családjában... Szín és vallás nélkül mindenkire. Így van, mindenkit érintett ez. Az volt a cél, még az első hullám, a tavaszi időszakban, a járvány első hullámában, hogy lehetőség szerint, mivel még nem ismertük annyira a természetét és a terjedését a vírusnak, ezért lehetőség szerint az elején csípjük el, és laposítsuk el azt a járvány görvét. Ezért ott hát addig, volt egy nem időszak, a földet akarjuk ellaposítani, ebbe győztek, és abba is győztek, hogy tulajdonképpen az ellenzékkel együtt tudtak az egészségügyi törvény, és régen volt ilyen, hogy az egész parlament faltól falig egy közös érdekében együtt tudott szavazni.
bár mindegyik törvény kapcsán ez így lenne, sajnos nem mindegyik ennél volt ez jellemző. Akkor unalmas lenne. De hát így van, mindig nagy viták előzik meg, és mi úgy értékeljük, hogyha vannak olyan törvényjavaslatok, amelyeket a kormány vagy a mi képviselőnk terjesztenek be, és azt megszavazza az ellenzék, a baloldal, akkor azt némiképpen a mi sikerünknek is elkönyveljük. Ön úgy érzi, hogy az ellenzék az baloldal szegényekre, hogy hát lehet most ezt az látszik. Most hát az látszik. A baloldalt olyan messze vannak, mint Makkó Jeruzsálemtől. A klasszikus baloldaltól természetesen. Így van. Tehát akkor ezzel azt akarja mondani, hogy a mai politikában már nem a klasszikus jobb oldal meg bal oldal, hanem valami egész más jön? Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan erők, vannak olyan pártok, milyen vagyunk a Fidesz-KDNP, akik néppártként az emberek tömegével és a nemzetért dolgozunk, és nem csak itt Magyarországon, hanem határon túli magyarokért is. És vannak olyanok, akiknek a nemzet nem jelent sokat. Adjuk meg nekik legalább. Ez egy nagyon ünnepek, fontos törés ilyen, vonal. Igen, de legalább ünnepektáján adjuk meg, hogy ők is ugyanolyan állampolgárok, mint mi, és ugyanaz az Istenük, ugyanaz ugyanolyan a hazájuk. És demokratikus jogállamban élünk, mindenhez megvan a joguk. Én akkor örülnék, és hogyha lehetne ilyen karácsonyi kívánság, hogy most hirtelen teljesítik, akkor én azt kívánnám Magyarországnak, meg az egész világnak is, hogy ez a fajta csak politikai okok miatti ellenállás és vita, ez szűnjön meg, mert ez nem előre viszi a világot, hanem visszafelé. Hát erre itt van a karácsony, ilyenkor a család össze tudja dugni a fejét, akkor is, ha nem mindenki mehet éppen haza, és úgy pár percet elgondolkodni, hogy mit is tettek ők a hazáért ebben az évben, vagy mit fognak tenni. Meg egymásért, egymás egészségéért és önmagukért is. De visszatérve a pedagógusokra, tehát valóban nagy kihívás volt a pedagógusoknak is az idén ez az év, nem csak nekik, az iskolák és az oktatási nevelési intézmények minden egyes dolgozójának, és hát a családoknak, a szülőknek is, akik az első hullám idején masszívan ott álltak a gyermekük mögött, mellett, és beleláttak abba a munkába, amelyet a pedagógusok online oktatás keretében végeztek. Most az ősszel a második hullám esetén ez ugye nem indult így, már jobban ismerjük a vírus természetet, és azt láttuk, és ne felejtsük el, egy konzultációt sem, abban is egyetértettünk a magyar emberekkel, hogy lehetőség szerint ebben az őszi hullámban mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy egyszer óvjuk az ember életeket, az egészséget. Ezt meg kellett kérdezni, hát ez a kötelességük a nemzettel szemben. De azért érdemes megnézni, hogy az egyetértenek-e azzal, hogy leálljon-e teljesen az ország. És azt láttuk, az ott az eredménye, hogy azt kérték, vagy azzal értettek egyet az emberek, hogy ha van lehetőség, és ezért tegyünk meg mi mindent, a kormány is tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne kelljen leállnia az országnak, és ezért aztán az oktatási rendszerben is most ez a megoldás van jelen pillanatban, hogy az általános iskolák még működnek, tehát a legkisebb gyerekekre miatt nem kell otthon maradni, a szülőknek el tudnak menni dolgozni, és a középiskolások, akik már nagyobbak, ő náluk vezetők be ezeket az online oktatási formákat. Az embereknek köszönet a pedagógusoknak és minden családnak azért, hogy az oktatásban is azt a szintet, azt a színvonalat tudták az egész év folyamán prezentálni, ami elvárható. Az embereknek minden nap számot kell adnia az örökkévalónak, vagy abba, amiben hisznek, ha más nem önmagukban, hogy mit tettek aznap a társadalomért, önmagukért, a környezetükért, a hazájukért. Az országgyűlési képviselők azok 4 évenként kapják meg ezt, hogy számoljanak el, és 1000 különbséget téve egy országgyűlési képviselő vagy egy lobbista között, de hát ön azért keményen lobbizik, láttam egy eredményt, komoly összeget szerzett a közösségének, a küldőinek, a szavazóinak egészségügyi felszerelést tenni. Ezt hogy csinálta? Ez az év valóban olyan, hogy azt látja mindenki, hogy mindenhol megszorításokra van szükség, minden fillért meg kell fogni, és mi Rákosmentén Kőbányán egy kicsit
azt mondom, hogy támogatások szempontjából szerencsések vagyunk, hiszen nálunk jelen pillanatban is számos olyan beruházás zajlik, amelyet már az előző években kezdtünk el, és a forrásokat az előző években biztosította a kormány. Most a legutóbbi, ami a legfrissebb párnapos hír valóban, hogy több mint 1,5 milliárd forintot sikerült a Bajcsy-Zsilinszky kórháznak szerezni, eszközökre, berendezésekre, amivel jelen pillanatban is az ott dolgozók és az ott gyógyuló covidos vagy nem covidos betegeket tudják kezelni, de hát értelemszerűen ez nem csak a most jelent egy hatalmas segítséget, hanem a járvány elteltével, elmúltával, majd a következő időszakban is így lesz. Ezen felül a vasúti konstrukció, a Budapest 60-i rekonstrukciónak a, hát mondjuk, nem mondom, hogy a kellős közepén, azért szerencsére már túl vagyunk, de még azért nem is a vége felé járunk, két felüljárónk épült, azon kívül a sportcsarnokunk, hát jövőre tudjuk átadni, a Makovec templomunk szintén jövőre lesz kész. És hát, a sportcsarnokokat meg a templomokat most kevésbé tudjuk használni. Így van, az utak és a közlekedés az, amit utoljára hajtam, de igazából azért, mert erről érdemes mindig a legtöbbet beszélni, és erről beszélünk mi Rákos mentén is a legtöbbet, hogy nálunk van a legtöbb földút, ezeknek a földútaknak a felszámolása az nekünk elsődleges feladatunk. Budapest egyik kerületéről van szó. És Budapesten járunk, így van. Tehát, az, hogy földút? Hát így van. Nálunk még azért körülbelül az utak 25-30% a földút. Ezt most komolyan mondja? Így van. Sajnos. Persze ilyen ideiglenes megoldásokkal az önkormányzat folyamatosan karbantartotta, de nem a klasszikus aszfaltozott. Lehet, hogy a zöldeknek tetszik, de az autóknak és a 21. Meg század hát lakóinak nem. Sárban járni kevésbé jó, amikor az ember kiteszi a lábát otthonról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Budapesthez méltó, és ez is a célunk, hogy Budapesthez méltó infrastruktúrával rendelkezzenek a külvárosok is, a külkerületek. És ezért indította el a korábban részben a mi kezdeményezésünkre a kormány azt, hogy 5 év alatt Budapest összes utcáját leaszfaltozza. Ennek a legnagyobb nyertesei mi vagyunk Rákos mentén, mert nálunk van, ahogy említettem, a legtöbb földút. Ugye végre megszületett, aláírták a 21-27 költségvetést az Európai Unióba, sőt ez a New Generation probléma is megoldódott. Mennyivel leszünk mi gazdabbak, mennyire lesznek jobb iskoláink, mennyivel több földút és komfort nélküli lakhatás szűnik meg? Ennek következtében? Hát mi nagyjából annyit fizetünk be az EU-ba, mint amennyit mi visszakapunk. Tehát ezek a pénzek, ezt nem győzzük hangsúlyozni, ezek nem plusz pénzek, ezért azt gondolom, hogy nem ettől a megállapodástól lesz nekünk több aszfaltozott utunk, vagy jobb minőségű oktatás, vagy jobb minőségű egészségügyi ellátás. Ez egy nagy rendszer, aminek a bevétel kiadásait, hogyha nézzük, akkor inkább tehát nekünk arra kell törekedni, hogy ezeket a célokat ettől függetlenül is teljesítsük. Tehát elsődleges az egészségügyi, az oktatás és az infrastruktúra ugyanúgy. Marad hátra még 1 percünk és 25 másodpercünk. Öné Jákob a robotkamera, hogy búcsúzzon a nézőktől egészen a polgári új esztendőbe. Köszönték, amikor majd újra jön. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Tisztelettel köszöntöm a Heti TV minden egyes nézőjét, nem csak itt Budapesten, hanem az ország minden pontján. Még külföldön is lehet fogni minket. Így van, tehát a világ minden olyan pontján, és az internetnek köszönhetően pedig ez teljes mértékben igaz. Így van. Én ennek a nehéz évnek a végén, amikor számos megpróbáltatáson vagyunk túl így együtt, azt kívánom mindenkinek, hogy úgy élje meg ezt az év végét a szerettei között, körében, hogy boldog lehessen, hogy egymás életének és egymás örömeinek tudjon örülni, és tudjanak boldogok lenni. Én ezt kívánom a Hanuka időszakára, boldog Hanukát kívánok minden kedves
tévénézőnek, és nagyon boldog karácsonyt, és nagyon sikeres új évet, és azt kívánom, hogy a jövő évben sokkal kevesebb kihívás elé kelljen néznünk mindannyiunknak, és végre megoldódjon az a helyzet, ami eljött itt a koronavírus járvány okozott nekünk is, és az egész világban. Önnek is csak ugyanezeket tudjuk kívánni. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője volt stúdiónk vendége. Most előzetesek és a ház alelnöke következik, Jakab István a Magyar Parlamentből. Tartsanak velünk!